Rivis Mihajló, a Kárpátaljai megyei tanács vezetője egy exkluzív telefonbeszélgetés során elmondta a közmédiának, hogy mire gondolt valójában üzenetében a koronavírusos fertőzöttek számáról régiónkban. Tegnap Facebook oldalán egy hozzászólásban Rivis arról írt, hogy megyénkben jelenleg 5000 koronavírusos beteg van, valamint hogy a járási kórházak nincsenek felkészülve a betegek tömeges érkezésére. Mindenki azt mondta, hogy ez hazugság, a nő egészséges. Mindenkinek meg kell értenie, hogy a megyében jelenleg közel 5000 fertőzött van, akik másodpercenként terjesztik a vírust. Sehogy sem tudják megérteni, hogy a járási kórházak nincsenek felkészülve a betegek tömeges fogadására, és abban reménykednek, hogy az egyetlen infektológiai kórház, amelyben mindössze 70 ágy van, mindennel meg tud birkózni. Ez amellett, hogy a világon mindenhol stadionokat és bevásárlóközpontokat alakítanak át kórtermekké. Nekünk pedig sem pótágyak, sem ágyneműhúzatok, sem matracok nem állnak a rendelkezésünkre, nem beszélve a gyógyszerekről és a felszerelésről. Az orvosoknak még védőfelszerelésük sincs. Emiatt azon személyek, akik ma saslikot sütnek a szabadban és nem tartózkodnak otthon, fel sem tudják fogni, mekkora veszélybe sodorják magukat. Egy telefonbeszélgetés során Rivis Mihajló így nyilatkozott a közszolgálati csatorna tudósítóinak. Teljesen elképzelhető, hogy megyénkben ilyen mennyiségű beteg legyen. Csak most kezdtünk el gyors teszteket és PCR teszteket végezni a kárpátaljai betegeken. Az elmúlt időszakban sokan tértek haza külföldről. Az orvosok nincsenek kellőképp felkészülve. Hiányzik a megfelelő védőfelszerelés, a kórházakban nincs elegendő orvosi egészségügyi berendezés és fekvőágy. Ezzel a hozzászólással azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a betegek száma valójában sokkal nagyobb, mint gondolnánk. És azok az emberek, akik hétvégén a természet lágy ölén pihennek, és a szabadban saslikot sütnek, fel sem fogják, mekkora veszélybe sodorják magukat. A betegek száma napról napra növekedni fog, és nekünk fel kell készülnünk erre. Az első vizsgálatok szerint 19 szemét fertőzött meg a munkácsi koronavírusos beteg. Az első kárpátaljai regisztrált koronavírusos beteg akár 19 embert is megfertőzhetett, jelentette be Hetymanenko Olekszij, a Kárpátaljai megyei állami közigazgatási hivatal idéglenesen kinevezett vezetője március 29-én. Az Ungvári Kárpátaljai Laboratóriumi Központban elvégzett molekuláris mikrobiológiai laborvizsgálatok megerősítették a COVID-19 fertőzöttséget 19 olyan személy esetében, akivel a fertőzött nő találkozott. A beteg összesen 51 emberrel érintkezett a templomban. Őket még március 23-án elkülönítették, s azóta orvosi ellenőrzés alatt tartják. A mintákat referenciavizsgálatra továbbították Kijevbe, az egészségügyi minisztérium laborjába.